Életem legnagyobb élménye, ennyit még lefelé nem gurultam. Két napig tartott a kerékpáros emléktúra. A résztvevők több településen is megálltak, hogy felhívják a figyelmet céljukra, az internáló táboroknak emléket állító központ létrehozására. A túra az egyik hírhedt tábornál Lecsken ért véget. Kíváncsi voltam erre az egészre, hogy miről szól ez a történet, meg ugyebár ez a tábornak a ügye is. Az 50-es évek elején Magyarországon működtetett internáló és munkatáborokba a hatalom tömegesen gyűjtette össze politikailag veszélyesnek ítélt ellenfeleit. Kerékpár túra állít emlékezetet egy olyan történelmi korszaknak, amely sajnos a 20. század legsötétebb korszakai közé tartozik. Kistarcsa polgármestere azt mondta, nem szabad feledésbe merülnie a kegyetlenkedés korszakának. Az emlékhelyel pedig hozzájárulnának a történelmi igazságszolgáltatáshoz. A történelem kereke forog és ismételi önmagát, de van, amit nem szabad, hogy megismét. Van, ami nem szabad, hogy megismétlődjön, és van, amit nem szabad engednünk, hogy megismétlődjön. És méltó emléket kell állítani a itteni szörnyűségek emlékére. A kistarcsai egykori internálótáborban a terrorházához hasonló múzeumot alakítanának ki, amelyhez 3-400 millió forintra lenne szükség. Ehhez keresnek most támogatókat. A cél az, hogy emléket állítsanak a diktatúra áldozatainak és hőseinek.